Több millió amerikai életét keseríti egy kora tavaszi hóvihar. Az utakon megbénult a forgalom, négy államban szükségállapotot kellett elrendelni. A meteorológusok azt mondják, emberemlékezet óta nem volt ilyen kemény tél az USA-ban. Amerika keleti partjáról Bombera Krisztina tudósít. Napok óta mondják, mégis nehéz volt elhinni, hogy március 5-én, 6-án karácsonyi hangulat lesz itt Amerika keleti partján, legalábbis a gyerekeknek, mert megint zárva vannak az iskolák. Sokáig nem értettem, hogy miért zárnak be még olyankor is, amikor kevés hó esik, vagy egy-egy sarki kis iskolába sokaknak könnyű akár besétálni is. A sulizárásoknak nagy része a mindig egységes állami iskolarendszeri döntések adják az okát, és az iskolabuszrendszer. Ugyanis itt a legtöbb gyereket sárga állami buszok hozzák, viszik háztól házig, tehát hogyha az iskolabuszoknak baja eshet a csúszós utakon, akkor inkább nincs iskola senkinek egy-egy adott államban, most éppen legalább négyben. A felnőtt világ kevésbé élvezi a helyenként több mint fél méteres hó miatti helyzetet. Talán látszik is itt mögöttem, hogy megint szinte megállt az élet, több államban bezártak a hivatalok is. Én tegnap kora délutántól estig ültem egy áramkimaradás miatt a sinen ragadt New Yorki vonaton, de Kentucky államban több százan az egész éjszakát autópályákon töltötték. Annyi felborult vagy az útról kicsúszott autó akadályozta a forgalmat. Közel tucatnyian haltak meg a vihar által érintett államokban. Tennessee-ben pedig a kormányzó rendkívüli helyzetet rendelt el, és a Nemzeti Gárda mentette végül az utakról az embereket. Több mint 5000 repülőjáratot töröltek a keleti parton, különféle reptereken. Egy ide New Yorkba a LaGuardia reptérre érkező gép pedig kicsúszott a kifutóról, orral a reptér kerítésébe és a hóba fúródva. Szerencsére nem sérült meg senki komolyabban.